csak egy perc, semmi több. Még borból meggyújt csillaggás, még borrá lesz a lényem, de kérlek, nyugtass meg előbb. Hogy van pár éven, már szívében szétszórnak a fényem, de bárhogy lesz, van elég erőm, és senki, senki meg nem állít, akárhogy lesz. Úgy szeretném, ha átadhatnék még mindenből, mit mélyen érzek, de mondd, hogy lesz szerencsém. És a hangok szárnyán új életre kél a fáradt lélek, de bárhogy lesz, van elég erőm, és senki, senki meg nem állít, akárhogy lesz, én hiszek a dalban. Csak téged követlek rég szabadon, és küldj rám jéges őt szivatat, de nincs levegőm, elveszed tőlem a dalt, hagyd meg nekem a dalt. Köszönöm szépen! Tényleg. Olyan édesen hajoltál meg a végén. Látszik, hogy ezt nem gyakran csináltad. Ez inkább egy ilyen gyomorgörcs volt hirtelen. Túl akartál esti rajta gyorsan. Vége a dalnak, ahogy mondták, hogy meghalt. Nem gyakran rajtuk a meghajlás. Nagyon érdekes, különleges hangod van. Másmilyen, mint amit vártam. Inkább azt mondanám, hogy bár ezzel lehet, hogy megsértődsz, hogy inkább olyan kórista fiú hangod volt. Nagyon tiszta volt, nagyon szép volt, de azt azért érzem rajtad, és szerintem 13 évesen ez tök normális, azért nem vagy még egy óriási előadó, szóval egy kicsit szerintem kb. A felét mutattad meg annak, amit tudsz. Talán. Szóval... És én is mást vártam, és pontosan azért, mert felsoroltál egy csomó olyan zenészt, amire arra gondoltam, hogy biztos neked is hasonló a hangszíned, és ehhez képest egy ilyen kis angyali hang szólalt meg. Azt láttam, hogy a szám felénél már elhitted, hogy itt vagy velünk, elkezdtél belejönni, előjött a... Próbáltam táncolni, de nem valami de nagyon megy. Figyelj, a néha kevesebb jön. Több, hidd el. Lehet, hogy nem is kell több ennél. Hát most az, hogy te volt most akkor táncimánci, az most nem volt olyan Fred Asteres, hát nem nagy ügy, mert... Miért? Te tudsz ilyen? Nem kell túl nagyot táncolni, hát neki énekelni kell. Ez egy nagyon nehéz műfaj. Úgyhogy le a kalappal, hogy egy ilyen dalt bemertél vállalni. Köszönöm. Ügy voltál. Na, hát akkor lássuk a pontokat. Kati. 22 pontot adott neked. 22 pont Katitól. Már is megjelent. András. 22 pont. 22 köszönöm. Pont, szuper. Anita. 22 pont. Köszönöm. 22 pont, Bence. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallottalak, 21 pontot adok neked. Köszönöm szépen. 21 pont tehát a zsűri tagoktól összesen. 87 pontot kaptál. Ez jó. De tudod, hogy hozzáadjuk még a közönségtől érkező pontokat, úgyhogy lássuk, hogy az anyukáknak mennyire tetszett ez a jó kis dal. 20 pontot kaptál az anyukáktól. Apukák, 16. 16 pont. Drága nagyszülők, egy ilyen mosolygos, szép hangú fiúnak 15 pontot szavaztak. Rendben, gyerekek. 11. Srácok! Ez 149 pont. Köszönöm nem szépen! Olyan rossz. Ne keseredjünk el nagyon! Ez most 149 pont, meglátjuk még, hogy hogyan alakul a folytatás. Ati, arra kérlek, hogy csüccsenj le a kanapéra.